Sziasztok, én Lille vagyok, és köszöntök mindenkit a csatornámon. A legutóbbi videómat pontosan itt zártam le, mivel most zártam le. Hétfő van, március 16-a, és ma van a távoktatásnak az első hivatalos nap. Megmutatom, hogy én hogy osztom be az időmet, meg mik a tapasztalataim ezzel kapcsolatban, vagy hát még mik lesznek a tapasztalataim, illetve hogy mi a véleményem róla majd, hogyha már tapasztaltam. Úgyhogy igen, tulajdonképpen ezek ilyen hétköznapi vlogok lesznek most. Aztán majd kiderül, hogy fognak zajlani a elkövetkezendő hetek. Pontosan 6:30 van, és most keltem, és most fogok reggelizni. 8 után kicsivel elmegyek edzeni. Szerintem csak kardiózni fogok, aztán, hogyha hazaértem, akkor majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Hogyha kapjuk az anyagokat, akkor tanulni fogok. Remélhetőleg kapjuk az anyagokat, illetve még az előző videóban kitűztem már egy pár célt, azt meg szeretném mindenképpen valósítani, úgyhogy tartsatok velem. Csak a szokásos kis proteines zabos reggelim, és Netflix legjobb időtöltési reggel. El is készültem az edzésre, és nem tudom, hogy miért remeg a kezem, valamiért remeg, és most már elő is készítettem a takarítós tuccokat, ugyanis a takarítós célom mára, ugyanis minden napra kitűztem egy takarítós célt, szerintem már a holnapit is kitűztem, az edzős cuccimet szeretném majd kicsit így átnézegetni, és amire nincs szükségem, attól megválni szépen, és minden nap szeretnék majd egy kis fiókot, vagy egy kis polcot valahol megcsinálni és kiszortírozni, úgyhogy ezek a célok a hétre, így takarítás szempontjából. A mai cél pedig csak az, hogy mindennek így a felületén átmenjek, és nagyjából tisztesség legyen, úgyhogy van erre körülbelül 20 percem, úgyhogy csinálj. Vagyok. Hello! Még a tükröt is letakarítottam. Végre. És voilà. Ezt a kis cugiságot, ezt most elrakjuk, mert ez nagyon téli. De majd ősszel elővesztjük, mert mindig ősszel készülök karácsonyra. Úgyhogy majd ősszel találkozunk. Kis manó. Gondolom ez egy manó. Igen. És ja, hát az ott egy szokásos probléma, ami fennáll. Valamit egyszer majd csak kitalálok. Autóban jelentkezek be, mint látjátok, és a szemem is ugyanap, és semmit nem látok, szóval kocsi. Befejeztem a kardiót. Hát ez egy ilyen gyilkos kardió volt, ilyen interval kardiót csináltam, még egyszer tudom, hogy kardió. De egyébként a videóban nem adja vissza, mert tökre olyan, mint hogyha csak ilyen full lazán kocogtam volna, pedig nem, elég gyorsan mentem, 13-ason. Úgyhogy szóval egy perc az, és két perc séta. Ezt nem tudom, hogy hányszor csináltam meg, de a végén már emelkedőn sétáltam. De mindegy, a lényeg az, hogy jó volt, és nagyon jól esett, de meghatom.
is vagyunk. Bevásároltunk a fontosabb drogériás dolgokból, ezért van itt a háttérben egy micellás víz. Most tusoltam, de azon gondolkodtam, mivel most nagyon-nagyon valószínű, szinte biztos, hogy holnap lesz az utolsó alkalom, hogy tudok menni edzeni, bár ne így lenne, de nagyon nagy az esélyre. Sziasztok, itt a Vágó Lilla, épp most vágom a videómat, és ezt azért mondtam, mert akkor azon a héten, vagyis múlt héten még úgy volt, hogy nem lehet majd kimenni az utcára, mert kijárási tilalom lesz, de ez nem így történt, csak egy ismételten pletykából tudtuk, vagy hallottuk ezt, olyan biztos pletykának tűnt, szóval értitek. Na mindegy, most már igazából nem hiszek senkinek, csak hogyha bejelentik nyilvánosan, úgyhogy azon a héten még végig mentem edzeni, szóval ja. Ezért arra gondoltam, hogy ma még elmennék egyet hátazni. Én most tanulni fogok, és mutatom, hogy ez hogy történik. Mint látjátok, újra kabátban vagyok, indulás, megyek, még egyet edzeni, most hátazni fogok. Elkezdtem magamat meggyőzni arról, hogy elmegyek holnap, és a váll hátat így egybe összeszedem, így le tudom együtt, de nem. Kihasználom, amíg tudok menni, úgyhogy. Na, sziasztok, jó reggelt, másnap van, és tegnap legutóbb edzés előtt jelentkeztem be, sörös az edzés, és nem tudtam felvenni. Próbáltam videót kitámasztani a telefonomat, de nem állt meg. Akkor anya nem volt a felettem, hogy felvegye. Engem ne rakjál bele, ronda vagyok. Nem vagy. Írjátok meg kommentbe, hogy anya nem is ronda. Szép. Ugye? Yeah, írjátok meg kommentbe most. Na, szóval. Ott tartottam. Hogy nem tudtam felvenni az edzést, és amikor hazajártam, akkor ettem, hanem elkezdtem tanulni, és szerintem, nem tudom, szerintem 2-3 órán keresztül tanultam. Úgyhogy igen, eddig a véleményem a távoktatásról, nincs még eddig véleményem. Nekem tetszik, nekem esküszöm, hogy tök jó. Most pedig megyünk újra edzeni, válaszni fogunk anyával ketten közösen, és ha hazaértünk, akkor vagy még tanulok, mert már kaptunk irodalomból. 5:48-kor megkaptuk már a feladatot, úgyhogy ezeket a tanárakat bírom, hogy tanár vagy, és nézed, korán küldd el a feladatot, légy szíves. Köszi. Végeztünk az edzéssel, lehet, hogy most nem a kezemben nagyon-nagyon fáj a vállam, lerohadt kb. Most menjünk haza, eszek mindenek előtt, mert nagyon éhes vagyok, utána nagyon gyorsan letusolok, és már közben kapjuk a feladatokat, és ahogy nézem, nem egyszerű és nem kevés feladatok, úgyhogy meg kell állni minél hamarabb, és akkor majd beavatlak titeket jobban, mint tegnap. Első feladatot a mai napra már be is fejeztem. De mondjuk eltartott egy darabig. Az volt tulajdonképpen a feladat angolból, hogy a TED-ed.com-ról nézzünk egy ilyen
akármilyen natural science-höz kapcsolódó témát, ami érdekel minket, is jegyzeteljük ki, hogy mik a fő problémák, egyéb problémák, megoldás, és hogy mi a véleményünk. Én arról csináltam videót, hogy mitől nőnek tulajdonképpen az izmok a testünkben. Igen, szóval igazából ennyi. Viszonylag érdekes volt, de nehezen találtam olyan videót, ami tényleg úgy érdekel, úgyhogy, ja, mindegy. Szóval ez most megvan, most pedig nézem, hogy mi egyebet kell csinálnom, mert van egy pár dolog. Elérkezett a mai ebédszünet. Húha! 15:40 van, egy jó pár órával később jelentkezek be. Nem is tudom, miket csináltam eddig. Csináltam kétféle angolt, most képzeteltem a törét, útközben írtam egy fizika témazárót. Mi volt, meg mit csináltam? Matekot is csináltam. Ezt megmutatnám egyébként, hogy ez a töri, ez nálunk hogy folyik. Egyébként egy ilyen full összetett dolog. Mindig kapunk egy ilyen PPT-t a tanártól, aztán ugye ezt ki kell jegyzetelni, tehát igazából onnan ki kell másolni, illetve el kell olvasni a könyvet, abból is kell kiírni, minden cuccot meg kell nézegetni, én a könyvbe ki szoktam jelölni, nem tudom egyébként, hogy szabad, de én mindig kijelölöm, mert én csak így tudok tanulni. És nem tudom, hogy valakit érdekel-e. Egyébként pont most írtátok, hogy csináljak ilyen videót erről a koronavírusos távoktatásos dologról, úgyhogy örülök neki, hogy most egy olyan videót csinálok, ami érdekel is titeket. Szóval nem tudom, hogy kit érdekel, de megmutatnám, hogy én hogy szoktam csinálni a jegyzeteimet. Mármint, hogy nem tudom. Nekem mániám, hogy ilyen színes legyen, mert én csak színekkel tudok tanulni, hogyha ilyen semmilyen, nem színes valami, nem tudom micsoda, én azt nem tudom megtanulni, képtelen vagyok, és imádok rendszerezni. Szóval igazából az én taktikám, legalábbis törinél, hogy a dátumokat ilyen sárgával szoktam, a helyeket, akármilyen helyről van szó, a lilával, a neveket rózsaszínnel, és a fogalmakat pedig ilyen kékkel szoktam kijelölni, és ezt már egy ideje csinálom, és nekem nagyon bevált. Amit most még szerintem tervezek csinálni, most, hogy befejeztem a törit is, szépen itt becsukom. Megkaptuk már a holnapi kémiát is, de egyelőre meg akarok, jaj, mindent csinálni, ami máról van. Máról még maradt irodalom, illetve föci, úgyhogy most ezek következnek. Úgy döntöttem, hogy éhes vagyok. Illetve eltelt már ezzel az étkezésem óta 3 óra, úgyhogy most enni fogok, és utána fogom. Annyi idegesít, hogy nem a kamerába nézek, lehet elmagy titeket is, úgyhogy nem tudom, nem bírok a kamerába nézni mindig. Szóval meglátom, hogy mennyi mindent kell föciből kiegyzetelnem, elment kicsit a kedvem, úgyhogy inkább eszek, és utána folytatom, és már csak ugye a föci meg a irodalom van hátra, úgyhogy azt hiszem, hogy mára ennyi lesz. És alig már még befejezzem. A tanuláson kívül a két feladat, amit már kitűztem, ugye mondtam, hogy minden napra ki fogok tűzni 2 célt, illetve nem muszáj 2, de ez a 2 az így ideális dolog. Ugye tegnap volt a kitakarítás, illetve a fizikának a kiegyzetelése. Mind a 2 ugye sikerült és beteljesült. Már a takarításos feladathoz írtam, hogy kiválogatnám az edzős cuccokat, mert akkora kopi van az összes edző cuccom között, hogy nem bírok már lassan felöltözni, mert nem találom a cuccaimat. Úgyhogy azt szeretném megcsinálni, és ami pedig nem
takarításhoz kapcsolódó napi cél az pedig az, hogy megvágni és kirakni egy videót, úgyhogy remélem, hogy arra is kerül sor. Sziasztok! Ismételten már edzőruhába jelentkezek itt be. Megyek 9-re edzeni, ma ugye szerda van, és úristen, szerintem ez egy gyilkos lábedzés lesz. Ahogy egyik nap volt egy gyilkos kardió, most ez egy gyilkos lábedzés lesz. Apához megyek edzeni, ő fog leedzeni, és nagyon-nagyon régen nem voltam már nála így lábazni, úgyhogy szerintem meg fogok halni. A lényeg az, jaj, közben nyomogatom a telefonomat. A lényeg az, hogy tegnap még kiraktam az előző videómat, úgyhogy ez megvan, ennek nagyon örülök. Ez volt a tegnapi napnak ugye az egyik ilyen napi pontja, ilyen napi feladata. Azt megcsináltam. A másik viszont az volt, hogy az edzés szócímot kiválogassam, azt nem csináltam meg. A mai napra pedig csak azt tűztem ki, hogy a gatyáimat, illetve a pólóimat rakjam kicsit rendbe és válogassam ki. Úgyhogy remélhetőleg az edzés szócokkal együtt ezt meg fogom tudni majd csinálni. Itt a jövőben jelentkezik. Nem csináltam meg. És hogyha hazajöttem edzésből, akkor lehet, hogy hajat is kéne mosom, már a hajam az már katasztrófa, de nem tudom, hogy lesz rá időm. Igazából nagyon edzésen kívül nem megyek sehova, szóval, hogyha még esetleg nem mosom meg a hajamat ma, vagy esetleg már csak később este valamikor behajolok a kádba, szerintem az is tök jó lesz, és nem lesz a legon. Nem tudom, hogy már amiket kell tanulnom, vagy mik lesznek, de majd ismételtem megmutatok mindent. Sziasztok! Ismételtem másnapban. Én is már most is voltam edzeni, hátasztunk. És most sétálok haza, mert nagyon szép idő van, és nem akarok tömegközlekedésen menni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy haza sétálok a teremtől. És friss felvegyét szívok. És totál hülyének néznek az emberek, hogy vogolok. De nem baj, nem baj, nem baj, elengedjük. Úgy sincsen sok ember az utcán, úgyhogy ez nem gáz. Nem gáz. A tegnapi nap folyamán sem sikerült a szekrényem, semmit se rendbe rakni, kitakarítani, semmi takarítós feladatot nem csináltam meg, de nem baj. Majd lehet, hogy erre hétvégén fog szóval kerülni. Lényeg, hogy mindig be akarok minden házig fejezni, amit ugye aznak kapunk. Igazából ez majdnem sikerült, hogyha hazértem eszek, tusolok, és utána folytatom a tanulást, illetve elkezdem a mai adagot megcsinálni. És tegnapról még olasz kell csinálnom, meg irodalmat kell még pótolnom, és ennyi, de megint írtok velem tanulni. Ideje elkezdeni ismételten a tanulást, itt egy hajszál.
És most már úgy, nem tudom, az elején még úgy élveztem, és hogyha egyébként elkezdem a tanulást, akkor tök jó, akkor belejövök, meg megy, meg minden, meg egész jó, meg igazából többet tanulok, mint hogyha suliba járnánk, úgyhogy szerintem ez rám jó hatással. De elkezdeni olyan nehéz, most is már 4:11 van, és már még nem csináltam semmit, úgyhogy már mint tanulás ügyileg, minden más ügyileg már mindent megcsináltam. De nem, a takarítást azt még nem csináltam meg, de azt majd, megfogom. De nem biztos, hogy ma. Akkor nézzük, hogy mi van a mai napra. Be vagyok biztosítva, itt van 2 naptár. Most ebbe csinálom az ilyen tanulós dolgokat. Ebbe pedig az élettel kapcsolatos dolgokat. Ide ír anyukat, általában az edzéseket, írom meg ilyesmi. És egyelőre azt hiszem, az nem fog kelleni. Jaj, nem is mondtam, tegnap voltam körmösnél. Ilyen pasztel színek. És nagyon jól néz ki, ilyen full tavaszi. És hogyha már a hangulat így a világban ilyen sötét, akkor legalább a körmöm legyen tiszta pozitív, meg én. Úgyhogy nézzük. Még felírom, hogy előző napról még miket kell bepótolnom. Itt van írva, tegnapról olasz 8-ig. Úgyhogy 8-ig kell majd az olaszt elküldeni. Ma pedig irodalmat kell csinálnom, angolt, főcit és fizikát. Ezek vannak mára. A fizikát az egyébként 5-ig kell elküldeni. Meg is lépek a Google Classroom-ba. Az a baj, hogy itt nagyon idegesítenek ezek a könyvek, úgyhogy... nem fér el a lábam itt. Elkezdjük a tanév utolsó negyedik fejezetét. Tankönyv alapján fogunk haladni. Legyél kedves, a témakör első leckét feldolgozni. Fizika. Ez azt jelenti, hogy mi? Ja. Azt olvasottam, hogy nem nagyon figyelmesen elolvasod. Hát, van benne valami. Hogy nagyon figyelmesen elolvasod, lassan, akár többször is. Igen, elfogom. Jó, oké. Én motivációt kell, hogy mutassak a videóimba, úgyhogy igen, elfogom többször alaposan is olvasni. Főleg, hogy nem értek szerintem belőle semmit. De, oké. Jó. Csináljuk. Azt se tudom, hol a cuccom. Az a baj, hogy én már mindent össze-vissza pakolok. Hova tettem egyáltalán a fizika cuccom? Megvan. Amúgy nem tudom, milyen hosszú lesz ez a videó, majd kiderül. De nagyon sokan írtatok, hogy remélitek, hogy lesz majd ilyen videó. Ahol megmutatom, ilyen vlog. Ahol megmutatom, hogy... hogyan csinálom ezeket a dolgokat, úgyhogy mindenkinek írtam, már folyamatban van, és végre egy olyan videót csinálok, ami tényleg mindenkit érdekel, mert jó, nem mindenkit, de csomóan írtok, hogy legyen ilyen, és előttetek járok már egy lépéssel. Elektromos áram, egyen áram. Most a főzet elején vagyok nagyjából, most egy új oldalt kezdek. Szépen akarok írni. Timelapse indul. Sziasztok, tudjátok, hol vagyunk? A Decathlonba. Last minute. Félünk, hogy bezárnak a boltok, ugye, és hogy kiárási tilalom lesz, hogy valami ilyesmi, úgyhogy. Amit tudna vásárolni. Pilateses valamilyen szalagot. Ilyen gumikötelet, 2. Meg most ezt fel akartam venni. Most 10 kiló. Egy kézzel a 10 kiló. Találtunk egy ilyet. Egyébként látszik, hogy mindenki erre gondolt, mert már alig vannak, amik ilyen edzős kiegészítők itt. Na mindegy. Lényeg, hogy amiért jöttünk, az nagyjából így megvan, és jó lesz, és ennyi már tényleg jó lesz annyira, hogy
Mit mondtam? Túléljük, hogy nem tudunk edzeni. Sziasztok, ma szombat van, és tegnap nem jelentkeztem be egyáltalán. Őszintén szóval el is felejtettem. Nem is történt semmi izgalmas, és ugyanazt csináltam, mint az előző, előtte lévő 4 napban. Úgyhogy gondoltam, hogy szerintem tanulásból már eleget láttatok most így erre a videóra. És szerintem nem sokára le fogom zárni ezt a vlogot. Most dél múlt 8 perce, és éppen, nézzétek, mit csinálok. Tudjátok, Gabi a kedvenc videósom, és éppen az ő videóját nézem, és erről jutott eszembe, hogy amúgy hello, nekem is vlogolnom kéne. Hey guys, it's Gabi, and I am still loving the do. My eyebrows are healing so... Ja, ő mindig valahogy inspirál a vlogolásra. Valószínűleg, hogy ma nem fogok egyáltalán tanulni, sőt, nem valószínű, biztos 100%, hogy ma nem vagyok hajlandó tanulni. Tegnap is tanultam, meg a hét minden napján. Azért sötét a szemöldököm, mert voltam kozmetikusnál, és ki lett szedve, és be lett festve, úgyhogy ennyi, amit akartam mondani. És szerintem le is zárom ezt a videót, mert semmi érdekes nem fog már történni, csak tanultam, és takarítottam, és ennyi történt. Úgyhogy nem tudom, hogy a következő pár hétben milyen vlogok várhatóak, tervezek sok videót csinálni. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, hogy megmutattam, hogy én hogy osztom be az időmet, és ilyen időbeosztós videókat biztos, hogy fogok még csinálni tanulással, megtakarítással kapcsolatban. Úgyhogy igen, köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Puszi, sziasztok!